Új civil koncepció Pécsen, fontos dolgok maradtak ki az érintettek szerint. Jótékonysági verseny a daganatos gyerekekért, futással segíthet, aki részt vesz. 20 este, 13 előadás, június 18-án nyit a pécsi szabadtéri színpad. Készülnek a gyermeknapra az állatkertben is, 2500 csoki mozaikból készült állatfigura. Köszöntöm nézőinket, pénteki híradónkat látják. Új civil koncepciója van Pécsnek, ez szabályozza az önkormányzat és a városban működő civil szervezetek kapcsolatát, támogatását. Az előző koncepció 5 évvel ezelőtt készült el, ezt váltotta le csütörtökön a közgyűlés. Néhány fontos dolog azonban kimaradt az új koncepcióból a civilek szerint, például az, hogy nem szólhatnak bele, milyen területeken kellene javítani az együttműködésen, de azt sem tudják majd biztosan, mennyi támogatást kapnak az átvállalt önkormányzati feladatokért. Új civil koncepciója van a pécsi önkormányzatnak, erről is döntött a város képviselőtestülete csütörtökön. Nagy változás nincs, de néhány dolog kimaradt a civil szervezetek szerint. Van egy pécsi közművelődési tanács a városban, amit az önkormányzat hívott létre, egy konzultációs testület. Hát ebben a civil koncepcióban egy szó nem esik erről. Nem tudom, hogy csak azért, mert kifelejtették, vagy azért, mert nem szándékoznak ezt a későbbiekben az önkormányzat fenntartani. Ez jó lenne, hogyha működne a későbbiek folyamán. A tanács elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének fóruma. Véleményt nyilváníthat, hogy milyen közművelődési tevékenységeket támogasson az önkormányzat és mennyivel. Ez maradhat el a civilek szerint. Nem biztos a civil szervezetek anyagi támogatása, pedig erről is az önkormányzatnak kellene gondoskodnia. Ezt is kifogásolják a civilek. Hasonlóan gondolnánk ezt a dolgot, mint a sportszervezetek, sportegyesületek támogatása, ami fix minden évben a költségvetés százalékában. Itt olyan szervezetekről van szó, akik kötelező önkormányzati feladatot látnak el, kötelezően ingatlant kell működtetniük annak a rezsiköltségeivel, kötelező nyitvatartást kell megvalósítaniuk, és a megfelelő humán erőforrást kell hozzá biztosítaniuk. Szociális, oktatási, kulturális tevékenységekről van szó, amit a civil szervezetek vállaltak át az önkormányzat helyett, hogy a helyben élők hozzájuthassanak ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ezekben akarnak a civilek biztos támogatást az önkormányzattól. A közel 1,5 milliós iráni Sirázzal kötött testvérvárosi megállapodást Pécs a közelmúltban. A két település a kultúra, a felsőoktatás, a városfejlesztés és üzemeltetés, valamint a gazdaság és a turizmus területén működik együtt. A találkozón elhangzott, Pécs elsődlegesen a hulladékgazdálkodás fejlesztése terén nyújthat segítséget iráni testvérvárosának. Pávas Zsolt leszögezte, a jövőben mindkét fél törekszik egymás kultúrájának megismerésére. Indiában járt a Pécsi Tudományegyetem expedíciója, március végén utaztak ki az ázsiai országba, és április közepén érkezett vissza a 9 fős társaság. Az Új Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ új igazgatóját, a Pécsi Egyetem oktatóját is meglátogatták többek között. Valamint kinti intézményekkel tárgyaltak a lehetséges oktatási együttműködésekről, illetve meglátogatták Kőrösi Csoma Sándor emlékhelyeit Indiában. A tudományos célok elsősorban ugye az Ázsia ismeret, főleg pedig az indiai ismeret fejlesztése az egyetemen, elsősorban a doktori képzésben. Ennek eredményeként hát különböző tanulmányok készültek el, amelyeket publikálunk, és részben az oktatásban is fel tudunk használni. Volt egy diplomáciai cél, az egyetem nemzetközi esedésének a indiai vonatkozásokban az előkészítése, kapcsolatfelvétel ottani fontos szervezetekkel, főkonzulátus, egyetemi szféra és a nagykövetség, tudományos társaságok, ezeket felkerestük, megbeszéléseket folytattunk és terveket szőttünk a jövőre nézve. Pályázat útján és licit eljárás keretében lehet garást bérelni Pécset június elején. A pályázatban szerepelnie kell a bérbe venni kívánt garázs helyének és a pályázó gépjármű forgalmi engedélyének másolatának.
A licit eljárásra június 7-én kerül sor a lakásgazdálkodási csoport hivatalos helyiségében. A liciten az vehet részt, aki személy azonosságát igazolta és a hirdetményben szereplő határidőig részvételi szándékát írásban bejelentette. Futással támogathatja a daganatos betegségben szenvedő gyerekeket az, aki június 4-én kilátogat a vásártérre. A jótékonysági futóverseny 2 kilométeres távjára bárki regisztrálhat, ez nem díjköteles, de mindenki saját belátása szerint támogathatja a gyermekeket. Az eseményt az Euraquilo Alapítvány szervezi, akik 5 éve igyekeznek segíteni a daganatos betegségben szenvedő gyermekeken a régióban. Aki jövő hétvégén testmozgással töltené szabadidejét, szombaton ezzel a daganatos betegséggel élő gyerekek gyógyulását is támogathatja. Egy pécsi alapítvány ugyanis jótékonysági futóversenyt szervez a vásártérre. A regisztrációkor egy tetszőleges összeggel bárki hozzájárulhat az alapítvány munkájához. Szombaton 9 órától van a regisztráció a vásártéren, ott helyben lehet jelentkezni. Maga a futás az 10 órakor kezdődik. Összesen 2 kilométer a táv, tehát nem egy óriási táv, ami megtörténik. A futást sok egyéb családi program kíséri majd. A szervezők azt mondják, szívesen fogadják a felajánlásokat, de az eseménnyel a szemléletformálás is céljuk. Fölhívjuk a figyelmet ennek az alapítványnak a tevékenységére, illetőleg egyfajta társadalmi összefogást segítsünk játékos módon, amivel nem csak a családokat, hanem a fiatalabb korosztályt is szólítjuk meg. Az Euraquilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Alapítvány 2011 óta látja el feladatát Pécsen. Nem sokára egy több millió forintos beruházás végére érve például egy szülő pihenőszobát adnak át a pécsi gyermekgyógyászati klinikán. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV a Pécsbánya rendezőállomáson és annak vágányvonalán május 30-án reggel 5 órától. A vasúttársaság arra figyelmeztet, hogy a kezelt területen legeltetni, valamint onnan származó takarmánnyal 14 napon belül tilos az állatokat etetni. Rossz idő esetén május 31-e és június 2-a között ugyanebben az időben végzik el a gyomirtást a szakemberek. 20 estén keresztül 13 előadás lesz látható a Káptalan utcai szabadtéri színpadon. A június 18-ától augusztus 7-ig tartó nyári színházban vígjátékra, táncszínházi előadásra, bohózatra, zenés estre és komédiára is várják a közönséget. Június 18-án nyit a pécsi nyári színház. A 20 nap alatt 13 előadást tekinthetnek majd meg az érdeklődők. Ebből 2 produkciót emelnék ki így előzetesben. Az egyik a Ken Kesey-nek Örökzöldje, a Szálak a kukfészkére című regénye nyomán csinálunk ebből egy táncszínházi produkciót a Pécsi Balettel és a Pécsi Nemzeti Színházzal közösen. És a másik előadás, ami úgy szintén a Pécsi Nemzeti Színházzal lesz közös bemutató, Woody Allennek az Örökzöldje, Gyászd újra szem. Én remélem, hogy mind a két előadás nagyon nagy sikert fog aratni. Vidákovics Szláven elmondta, a nyári színház iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Nem csak belföldről, de már külföldi turisták is előszeretettel látogatják az előadásokat. Ez pedig a szervezők szerint nagyban hozzájárul a megyeszékhely turisztikai vonzerejének növeléséhez. A város a tavalyi évekhez hasonlóan idén is jelentősen támogatta a pécsi nyári színház programját. 30 millió forintot biztosítunk idén az eseményt szervező horvát színház működésére, és további 5 millió forintot kifejezetten a nyári színházi program megrendezésére. A pécsi nyári színház augusztus 7-ig várja az előadások iránt érdeklődőket. Kukásautóba került, majd a válogató műhelyben feldobtak a futószalagra egy fekete cicát, akit még időben sikerült kimenteni csütörtökön Pécsett. Az állat egy szelektív hulladékot begyűjtő kukásautóból került a Biokon válogató művébe. Az egyik dolgozó találta meg a futószalagra feladagolt hulladékban, jelenleg folyamatban van a kis túlélő adoptálása. Pécsett rendezték meg a Stunt országos bajnokságának 3. fordulóját. A Stunt Riding egy versenysportág, ahol a résztvevők motorokkal hajtanak végre akrobatikus gyakorlatokat. Az eseményen részt vett a pécsi Bátor Zoltán is, aki stúdiónkban beszélt a múlt hétvégi eseményről. Stunt Ridingnak a lényege igazából, hogy egy közönséges utcai sportmotorból átalakított
versenymotorral végezzünk különböző hajmeresztő mutatványokat, például az egykerekezés, első keréken gurulás, gumiégetés, ugye driftelés, és más egy elképesztő mutatványok, például akrobatika, amiket ugye sík aszfaltos úton csinálunk. Május utolsó hétvégén főleg a gyermekeknek szerveznek rendezvényeket egész Baranyában, bár a felnőtteknek is akad program, a legtöbb helyre a gyermekeket várják. A meteorológusok szerint igazi nyári idő lesz hétvégén, ezért is érdemes lesz kimozdulni a szabadba. Szinte nincs olyan település, ahol ne szerveznének gyermeknapi programokat. Van, ahol több helyszínen is zajlanak majd rendezvények. A programok nagy része ingyenes lesz, így a kicsik nem maradnak le a gyermeknapi játékokról. Gyermeknapra készül az Állatkert címmel az ANK 1-es számú általános iskola tanulói több ezer csokoládé mozaikból készítettek állatfigurát szerdán. Hétvégén a város több pontján lesznek ingyenes gyermeknapi programok, köztük az új állatkertben is. A nevelési központ művészeti iskolájának diákjaival 2500 csokoládé mozaikból formáztunk egy állatformát, egy állatmintát. Ez az alkotás most elkészül, és vasárnap a gyermeknapon ide az állatkertbe látogató gyermekek kapnak egy-egy ilyen csokoládé mozaikot, természetesen amíg a 2500 darab el nem fogy az állatkerti látogatás emlékére. Leigazolta a 21 éves szerb Sanja Mandicot a Peac Pécs női kosárlabda csapata. A fiatal játékos tagja volt az Európa bajnok szerb válogatott bővebb keretének. Többen azt tartják róla, hogy kora ellenére a bajnokság legjobb irányítója volt. A Peac Pécs szakvezetője elmondta, nyomon követte a kosárlabdázó karrierjét, ezért nagyon örül, hogy a csapatához szerződött. Mandis tagja volt a szerb nemzetközi programnak az elmúlt években, szerepelt az U19 és az U20-as válogatottban is, az utolsó két évben pedig a felnőtt válogatottnál játszott. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Somogyban is vannak olyan polgármesterek, akik szavazatszerzés céljából szívesen befogadnának migránsokat. Erre figyelmeztet Gerencsér Attila. A Fidesz megyei választmányának elnöke Siófokon kiemelte, fontos, hogy minél többen menjenek el a kötelező betelepítési kvóta elleni népszavazásra. Számosan vannak Somogyban is olyan polgármesterek, akik nem támogatták a kényszerbetelepítés elleni előterjesztést, vagyis úgy tűnik, hogy szívesen látnának új migráns szavazókat a városukban. Ha nem lesznek elég éberek a somogyi emberek, akkor ezek a polgármesterek csatlakozhatnak Szeged szocialista polgármesteréhez, aki már tárgyalásokat folytatott Brüsszel vezetőivel arról, hogy hogy tudna Szegedre migránsokat kényszerbe telepíteni. 10 frissen végzett pékből mindössze 2 kamatoztatja itthon tudását, derül ki egy friss felmérésből. Ahogy más ágazatokban, úgy itt is a magasabb bérek és a jobb munkakörülmények miatt mennek külföldre. Az üzemek munkanélküliek átképzésével próbálják enyhíteni a szakemberek hiányát, ám mint mondják, hosszú távon csak órabérek emelése jelenthet megoldást. Gyakorlatban sajátítják el a pékmesterség fortiait egy kaposvári pékségben a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakközépiskola tanulói. Nem sokáig maradnak azonban itthon a szakképzett fiatalok, a megszerzett tudást ugyanis nagy többségük külföldön kamatoztatja. A magyar bérek pedig meg sem közelítik más európai országokét, akik tártkarokkal várják a frissen végzett magyar szakembereket. Egy felmérés szerint 10 frissen végzett fiatalból átlagosan mindössze 1 vagy 2 marad itthon. A problémát már a pékségek tulajdonosai is érzik, akiknek komoly fejfájást okoz a tömeges kivándorlás. Persze, hogy érzem, hogy előbb-utóbb csak fölkülne engem is váltani valakinek, de nem látok senkit a láthatáron, a fiamon, meg azon az 1-2 emberen kívül, akik többnyire nyugdíjasként, illetve ha fiatalként is ma vagy 20-25 éven állam dolgoznak. Pojtner János pékségében 8-an dolgoznak, mint mondja, fiatal munkaerőt szinte lehetetlenség találni. A Magyar Pékszövetség is a megoldást keresi. Sefte József elnök azt mondja, átmenetileg gyors talpaló tanfolyamokkal és a munkanélküliek átképzésével lehet orvosolni a szakember hiányt. Ám hosszú távon ez sem működik, tette hozzá. Hát én azt látom, hogy egyrészt a szakmában maradnak, de külföldön válnak munkát, nyilván magasabb bérért, mint ami itt van, tudnánk nekik adni. A másik az, hogy külföldre mennek, nem a szakmába dolgoznak. Mindenképpen azt gondolom, hogy az egy jó kifejezéssel, hogy vonzóbbá kéne tenni a szakmát. Vonzóbbá a szakmát úgy tudjuk tenni,
hogyha megfelelő béreket adunk, tehát gyakorlatilag béremelést kellene a sütőiparban végrehajtani, és ez egy picit boldogabbá tehetné a szakmát. Az elnök kiemelte, nőket is be lehetne vonzani a szakmába, hiszen a műhelyek túlnyomó többsége gépiesített, így kevés fizikai munkát igényel. Magyarországon jelenleg mintegy 1000 pékség üzemel, közel 23 ezer dolgozóval. A szakember hiány enyítéséhez még legalább 2000 dolgozóra lenne szükség. Híradónk végén fontosabb témáink még egyszer röviden. Új civil koncepció Pécsen, fontos dolgok maradtak ki az érintettek szerint. Jótékonysági verseny a daganatos gyerekekért, futással segíthet, aki részt vesz. 20 este, 13 előadás, június 18-án nyit a pécsi szabadtéri színpad. Készülnek a gyermeknapra az állatkertben is, 2500 csoki mozaikból készült állatfigura. Szombaton is nyári meleg időre van kilátás, szorványos zápor csak elszórtan alakulhat ki. Többnyire mérsékelt marad a szél, de nyugaton, észak-nyugaton élénk lökések is előfordulhatnak. Vasárnap nyári melegre számíthatunk, napközben csak helyenként alakulhat ki egy-egy zápor, majd az esti óráktól délnyugat felől záporok, zivatarok érkezhetnek a Dunántúlra. Az ország észak-nyugati felén feltámad a délkeleti szél. A hőmérséklet reggelente 16-18, napközben 29-31 fok között alakulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!